Továbbra is hűvös, hideg B oldal. Sziasztok, köszöntelek benneteket. Április második felére megérkezett a markáns lehűlés, és a következő napokban sem változik érdemben időjárásunk jellege. Továbbra is hűvös, hideg légtömeg alakítja időjárásunkat. A hét végéig előreláthatólag a gomoly felhők és a napsütés lesz főszerepben, és addig az előforduló csapadék jellege inkább záporosnak ígérkezik. A hőmérsékleti előrejelzésen jól látszik, hogy továbbra is marad alapvetően az északias áramlás, amellyel nem szűnik meg a hűvös, hideg, a magasban gyakran fagyos légtömeg utánpótlása, amely légtömeg lejutva a mediterrán térségbe több ciklont is generál, és ezek a légörvények valamilyen hatással várhatóan a Kárpát-medence időjárására is lesznek majd a következő napokban. Nagyon látványos volt egyébként az, hogy milyen gyorsan és milyen nagy mértékben esett vissza a hőmérséklet, nem csak nálunk, hanem tőlünk délre és keletre is. Voltak olyan helyek például Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, illetve Erdélyben is, ahol kedden délután még nyárias tartományba emelkedett a hőmérséklet, tehát 25 fok fölé, majd 12-18 óra múlva már havazott ugyanazon a helyen. Nálunk is visszaesett a hőmérséklet jelentősen, láthattátok például a Facebook posztokból is, hogy voltak olyan helyek az országban, ahol 24 óra alatt 25 fokos volt a zuhanás, és az előttünk álló éjszaka sem lesz túlságosan enyhe. A Dunántúlon nagy területen csökken a felhőzet, ugyanakkor ettől keletebbre még bőven lesznek erősen felhős, illetve időszakosan borult körzetek is, és főként a Dunától keletre fordulhat elő szorványosan eső, záporeső, nagyobb eséllyel itt a középső ország részben egy konvergencia mentén, egy úgynevezett összeáramlási vonal mentén, és itt van nagyobb esélye zivatar kialakulásának is, nagyobb valószínűséggel az éjszaka első felében. A minimum hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, ugyanakkor a szélvédett, kevésbé felhős, hidegre érzékeny helyeken akár 0 fok köré vagy alá is csökkenhet a hőmérséklet. Holnap napközben az ország keleti részén valószínű a délelőtti órákban több felhő, majd ott is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és délután az ország nagy részén már gomoly felhős napos időre számíthatunk, a magasabbra törő gomoly felhőkből pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, jégdarazáporok nagyobb valószínűséggel a délutáni órákban, és elsősorban a középső tájakon számottevő az esélye zivatar kialakulásának is. A hőmérséklet csúcsértéke továbbra is elmarad a sok évi átlagtól, általában 12 és 16 fok között alakul, és ezen a valószínűségi előrejelzésen láthatjátok, hogy elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, valamint az északkeleti negyedben nagy valószínűséggel erős lökések is kísérhetik az északias szelet, ugyanakkor a középső ország részben, ahol még napközben is fennmarad az összeáramlási zóna, várhatóan gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A következő napokban is, mint láthatjátok a fáklya diagramon, nem változik érdemben a hőmérséklet, továbbra is az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb hőmérsékleteket lehet mérni, várhatóan vonatkozik ez mind a nappali, mind pedig az éjszakai órákra, és hétvégéig inkább csak elszórtan fordulhat elő zápor, tehát bőven lesznek olyan helyek, ahol nem várható érdemi csapadék. Ugyanakkor vasárnaptól, hétfőtől már növekszik határozottan a valószínűsége annak, hogy időnként nagyobb területen is tartósabb, esetleg áztató csapadék áztatja a földeket. Emiatt azért határozottabban növekszik az eső előfordulási esélye, de mint láthatjátok az értékekből, nagyon kicsi egyelőre az esély arra, hogy nagy területen kiadós, akár 20-30 mm-nyi csapadék hulljon, főleg az Alföldön erre lenne egyébként szükség, hiszen ott már nagyfokú, sőt helyenként már súlyos az aszályhelyzet. Ezekkel a hírekkel búcsúzom, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ellenkező esetben ezt ne tegyétek meg természetesen. Minden esetre, akit nem hagy hidegen a várható időjárás, az mindenképpen kövesse továbbra is az itt feltüntetett csatornáinkat. További szép napot kívánok nektek! Sziasztok!